Sziasztok! A mai videóban egy maszkot fogok elkészíteni, egy Halloween-os maszkot, amihez Shelley kell, le fogom írni a receptet, és egy ilyen olyasmi, mint a művér, ez inkább olyan, nem tudom, olyan fel fogja vinni a sebet, az egészet. Hát el szeretném kezdeni, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánnak a nézőknek, és remélem, hogy elkészítik ezt a maszkot. Elkezdeném. Ugye erre Halloween-os maszkra még ugye egy ilyen fehér testápolót, egy make-up alapozót,
és egy ilyen húst fogunk használni a díszítéséhez, még ugye bekenjük az a zsellé, ilyen kell legyen, le fogom írni a receptet. Nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon jó mutat, és szerintem ezt a maszkot el lehet készíteni egy fél óra alatt, szerintem. Ugye most nyomok egy picit a kezemre ebből a maszkból, és inkább befoltozom. Szemem alatt, és felviszek, így, ugye, ez lesz, és akkor erre rá, ismét, krémát, a zselét fogok kenni, és ugyanakkor újra ilyen és akkor teszek még ide egy ilyet, jobban oda ragad, remélem. És akkor itt a hajam remélem nem fog beleérni. Ezt fiús és lányok is el. Nem ragad a maszk a zsellé. Már annyit melegítettem, hogy szinte újat kell felhozzak. Nem szabad annyit melegíteni, mert baj lehet be. És még pontosan olyan baj, hogy csorogni fog, mit, ahogy itt láthatjuk. Türelem kell ezt a maszkot, hogy elkészítsd. Erre van is egy mondás. Türelem rózsát terem. Körülbelül inkább oda szeretném az alapozót felvinni, ahová legjobban kell. És akkor nem utolsó sorba ezt megszárítjuk jó alaposan. Ugye a következő eset ez a rúzs volt, és a következő a lilla smink, ami úgy látszik, mintha meg lennél verve, és itt középen leginkább a szemed. Ugye két sminkre lesz szükségünk.